Azt szokták gondolni, hogy híres szülő gyermekének lenni nagyon egyszerű dolog. Megszületik, és onnantól az útja egyengetve van, mondhatni végig egész életében. De igazából ezt általában azok mondják, akik természetesen nem híres szülő gyermekei. De mi van akkor, hogyha valakinek mind a két szülője ismert és híres? Mi lesz vele? Hogyan lesz az útja? Erről is lesz szó a Zavarhatok legelső adásában, a Zavarhatok legelső vendégével, aki elmondhatom, hogy hozzám bizonyos okból egy icike-picikét közel is áll, és mindjárt megtudják, hogy miért. Szűcs Csabával fogok beszélgetni. Szia! Szia! Köszönöm, hogy itt vagy, és te vagy a legelső új vendégünk ebben a műsorban, és ez nem véletlen, hiszen azért mondhatom, hogy van közös kapcsolat a mi életünkben. Van, hát bőven van. Régebben is volt, és hát azért édesanyám és édesapám élete vége felé ez a kapcsolat, ez azért tulajdonképpen azt hiszem, hogy még szorosabbá vált, és ebből soha nem csináltam titkot. Most is mondom, hogy ahogy a végén segítetted őket, és ahogy kezeled a hagyatékot, és ahogy foglalkozol az ő emlékükkel, innentől nincs is más utam, mint hogy mindig nagyon megköszönjem, és azt mondjam, hogy ez egy nagyon szoros kapcsolat lett, és egy részemről egy nagyon hálával kitöltött kapcsolat, ahogy foglalkozol a szüleimmel. Erről is fogunk beszélgetni, de most ugorjunk vissza egy nagyon-nagyon nagyot. Természetesen, amikor megszülettél, te nem tudtad, hogy hova születsz meg, de azért, ahogy cseperedtél, azért gondolom, te rájöttél, hogy mondjuk a te szüleid azért nem mondhatóak a normális szülőknek. Igen, ez vitathatatlan. Természetesen az elején én ezt nem tudtam, nem értem. Gyanús volt, hogy valami nem kerek, tehát azért ezt természetesen tudjuk mind a ketten, hogy pláne azokban az időkben, hát ugye a 70-es, 80-as évekről beszélgetünk. Gondolom a fiatalabbak el se tudják képzelni, az idősebbek azért tudják, ennek semmi köze nem volt annak a világnak, a mostani világhoz. Ezzel együtt egy olyan sztárpár, ma azt kellene mondanom, egy olyan sztárpár gyermekeként éltem, amiből nekem annyi jött csak le, hogy mi bárhol vagyunk, bármerre megyünk, az emberek sutyorognak, az emberek tisztelettel köszönnek, és az én szüleim, ha kell, hanem mindenkivel beszélgetnek. Tehát azt azért én láttam az általános iskolai osztálytársaknál is, hogy ez ott meg nincs így. Tehát én értem, hogy ismerik ott is a szülőket, biztos a szomszédból, de hát gyanús volt, hogy ez valahogy egészen speciális helyzet. És aztán tudod, mindig szoktam mondani, hogy nem felejtem a vitrint a zuglói gyönyörű nagy lakásban, a harmadik nagy szobában, ahol gyermekkoromban én nem teljesen tudtam, hogy mi az a sok minden, de hát volt ott olimpiai aranyérem, volt ott ezüst, volt ott egy csomó művészeti díj, és aztán ahogy kezdett egy picit a dolog érthetővé válni a számomra, akkor ezzel én szembesültem, és akkor én elkezdtem ezt kezelni, vagy legalábbis megpróbálni kezelni, hogy kik a szülők, bizony mindketten, tehát idézőjelben az izgalmas balszerencse is volt, hogy nem csak egy, és a másik egy hétköznap, hát itt mind a kettő a csúcsok csúcsa, volt feladat megemészteni. Bár én nem gyerekkorod óta ismerlek, de igazából elég jól ismerem a gyerekkorodat, köszönhetően édesanyádnak, és nem is a történetekből, amiket elmondott, hanem a különböző levelekből, lejegyzésekből, naplóbejegyzésekből, amiket írt, és ebből kijön, hogy te egy nagyon-nagyon jó gyerek voltál. Igen, mondhatom ezt nagyon büszkén. Igyekeztem. Azt gondolom, hogy ez valószínűleg az anyai ági nagymamának köszönhető, aki tulajdonképpen igazándiból nevelt engem, mert teljes joggal a szülők más fontos elfoglaltságukkal, ez nem volt azért egy teljesen hagyományos szülő-gyermek kapcsolat, persze. Mindig
édesapámat próbáltam azzal nyugtatni, amikor néha előkerült nála, hogy mennyit volt velem gyerekkoromban, nem sokat. És mint a féle sportrajongó, és hát azért magam is a sportban próbáltam megtalálni aztán a helyemet, mondtam neki, hogy édesapám, 1971-ben megszülettem, 72-ben te olimpiai döntőt futballoztál Münchenben. Nem hiszem, hogy tisztába kell tenni a gyereket, és nem hiszem, hogy mellette kell állni, tehát ez így kerek, ahogy van. Visszatérve a kérdésedre, én a nagymamámmal éltem tulajdonképpen is, nagyságrendjében a nagymamám nevelt. És ott egy olyan fegyelem volt, egy olyan fajta tisztelet, és igenis a szülők felé, és csend legyen, mert édesanyád premierre készül, hogy úgy nem is nagyon hiszem, hogy lett volna más utam, mint a jó gyerekség, ha fogalmazhatok így, de nem érzem, hogy nagyon idegen lett volna tőlem. Viselkedtem örömmel, és próbáltam figyelni rájuk. Ugye édesapám nem otthon, természetesen őre nem kellett otthon figyelni, mert stadionban volt, de édesanyámra nagyon-nagyon sokszor kellett, hiszen ha ő sokáig dolgozott, hiszen ha ő pihenni akart, hiszen ha szerepet tanult, akkor csend volt. És akkor az ember jó gyerek volt, igen, igen. Te olyannyira jó gyerek voltál, hogy mindent megtettél, amit anyukád akart. Tehát édesanyád belőled új Darvas Ivánt akart, mint ahogy ezt többször is igen. mondta, hogy te leszel a jövő Darvas Iványa. Ezért balettre kellett járnod, meg karatéra kellett járnod. Zongorázni kellett menni. Ezeket hogy viselted? A balettet nehezen, menjünk sorrendben, a balettet nehezen, azt úgy igazán akkor se értettem. Van egy pár, talán emlékszel, ezen kacagtunk is ketten, mikor néztük a fotókat, van egy pár ilyen vizsga előadásról, hát nem tudom, azt nem szerettem, konkrétan emlékszem, hogy azt nem szerettem. A zongora az talán főleg a nagymama miatt volt. Ma azt mondom neked mai fejjel, hogy amikor bejött a sport és megszűnt a szép billentésem, akkor ez megszűnt ez a zongora dolog is. De ma azt mondom, hogy nagy kár, hogy elengedtem 8 év után, és én tudtam zongorázni. Milyen nagy mutatvány lenne, ha én tudnék zongorázni. Néha úgy gondolom, hogy lehet, hogy megvan ez bennem valahol, és esetleg megérné megpróbálni. Mondjuk az is igaz, hogy nem a klasszikus műveket imádtam, amiket akkor kellett ugye vizsgálatokon, zongora vizsgákon teljesíteni. A karate egy rövid kaland volt, de való igaz, hogy ez később ki is derült, hogy édesanyám gondolatában ez egy építkezésnek volt a része. Magunk között vagyunk, azt mondom neked, hogy ma már ennyi idősen azt mondom, hogy lehet, hogyha kicsit kevésbé akarta volna ezt ennyire. És itt most persze nem a 6 éves gyerek balettezik, hanem azért ez később is tartott. Én nekem úgy ellenemre gyárilag nem volt ez, persze. Sőt, hát tudod jól, hogy műsorvezetéssel én nagyon sokat dolgoztam ilyesmit. Talán a nagyszámok törvény alapján nem is mindig rosszul. De annyira érezhető volt ez a fajta vágy az én édesanyám részéről, hogy ez aztán átcsapott egy fajta, talán nem is végig gondolt ellenkezésbe, azt hiszem. És akkor ebből lett is csata, meg lett is harc később, de talán tényleg, ha nagyon a gyökereit nézem, akkor például egy ilyen balettezés, mert mi a fenének? Én akkor is inkább focizni szerettem volna, ha már ez így előkerül, de mentem balettozni, nem szerettem balettozni, de megtettem, mert azt gondoltam, és azt is gondolnám ma is, hogyha visszamennék az időbe, hogy az embernek a szülei, az édesanyja ezt mondja, akkor az ember ezt megcsinálja. Az édesanyád levelei és bejegyzései között nagyon sok volt, amit nem ő, hanem te írtál neki. És van egy, talán másodikos vagy harmadikos lehettél, ahol azt írtad le, hogy bocsánatot kérsz tőle,
ha megbántottad őt, mert valamiért szigorú volt hozzád, de igazából nem tudod, hogy te mit tettél, vagy mit csináltál, de bármit is csináltál, te elnézést kérsz. Te egy ilyen nagyon mély érzésű gyerek voltál? Én azt hiszem, hogy igen. Én azt hiszem, hogy igen, tehát amennyire azt gondolom, hogy nagy baj lett volna, hogyha én két ilyen emberből nem öröklök be egy csomó mindent. Amennyire édesapámból meglett a sport irány, én azt gondolom, hogy nagyon sok minden meglett édesanyámból is. Az érzékenység, az a fajta, hát azt gondolom, hogy egy ilyen csodálatos művészre jellemző érzékenység. Igen, én úgy gondolom, hogy érzékeny voltam. Én úgy gondolom, hogy valószínűleg sokat küzdöttem én az akkori értelmi és érzelmi szintemen ezzel a helyzettel. Például, ha belegondolsz, nagyon abban a szempontból több oldalú a kérdés, amit mondasz, hogy írtál levelet édesanyádnak. Hát mert ugye a mi életünkben a kommunikáció is ez volt. Tehát én nem délután megbeszéltem vele, mert lehet, hogy már a harmadik napja nem láttam délután, hanem ugye írtam a levelet. De az biztos, hogy az ténykérdés, hogy én nagyon szerettem volna azt, hogy ők mind a ketten büszkén, boldogan gondoljanak rám, és legyenek ők elégedettek velem. Tehát ez biztos, hogy egyfajta érzékenységet még pluszban generált, hogy megfeleljek, hogy rendben legyen. Az az igazság, Csaba, hogy ez tényleg késői észrevétel. De ez tényleg két akkora árnyék. És nehogy azt hidd, hogy panaszkodok, ismersz régóta, nem panaszkodom, büszkén mondom. Hát nagyon nehéz, hogy egy kicsit kilátsz belőle, kicsit a fényre érjél te is. És közben érzed a méretét annak az árnyéknak pozitívan, hogy mekkora két ember, mekkora két életút már az élet közepén is. És akkor te is azt hiszem úgy érzed, hogy próbálnál ebbe belepasszolni, hogy balettozol, hogy jól tanulsz, hogy bár mindig megkaptam, a fölvezetőben mondtad, hogy ugye csak megszületni volt nehéz, tudod jól, hogy az is nehéz volt. Tehát nálad igen. Az is nehéz volt. Hogy úgyse kell nekem semmit csinálni. Én ezt mindig megpróbáltam megfordítani. Nem kellett bejárniuk az iskolába. Mindenki elmondta, hogy persze, hát az Ildikó bemegy. Nem jártak be az iskolába. Csak ha kérték őket, mert volt olyan, hogy osztályszínpadok vetélkedője, megkérték, hogy ő rendezze meg az előadást. Imádták, bejött. Nem kellett. Megcsináltam. Rendben volt. Igyekeztem jól tanulni, jó suliban. Aztán bejött mellé a sport a jó gimiben. Biztos, hogy a tantestületnek is hála, de működött mind a kettő. Tolerálták, hogy ott van a sok meló, de megtanultak. Tehát igen, azt hiszem, hogy érzékeny voltam, és nagyon szerettem volna, hogy ez a két hatalmas ember legyen az, hogy az ő fiúk pedig rendben van, és ők büszkék erre. És biztos, hogy érzékenyen érintett, ha esetleg ő megszidott, mert akkor jó pofa dolog, emlékszem erre a kis papírra, hiszen együtt akadt a kezünkbe, hogy hát egyébként meg ez milyen történet, hogy fogalmam nincs, hogy mit csináltam, de biztos, ami biztos, bocsánatot kérek. De azt hiszem, hogy ilyen volt. Azt hiszem, hogy ilyen voltam. Hogy ne legyen baj, hogy én rendben vagyok. Nem jó szó, hogy méltó vagyok erre a dologra, de velem nincs gond. Én csinálom én is a dolgot, és ha valami volt, akkor meg bocsánatot kérek. Igen. Az édesanyád, akivel én ugye tényleg nagyon sokat beszélgettem, az élete vége felé nagyon sokszor elgondolkodott azon, hogy ő jó anya volt-e. Mert hogy az tény, ugye, aki mondjuk elolvassa a könyvet, az láthatja, hogy ő azért tényleg kijelölte neked az utat. Nagyon keményen. Tehát, hogy arra
ő téged rátett. Az egy dolog, hogy te nem ezen az úton szerettél volna menni, vagy járni. De azt ő kikövezte neked, és rátett, és már pedig neked azon kell menni. És azon az élete vége felé nagyon sokszor megkérdezte tőlem, meg önmagától is, hogy én nem tudom, hogy jó anya voltam-e. Jó anya volt ő? Hát Csaba, röviden velősen igen. Hosszabban is igen. Én úgy gondolom, hogy nekem kötelező azzal indulni ezekhez a kérdésekhez is, hogy ki ez a két ember. Mit tett az asztalra ez a két ember? Úgy gondolom, hogy kötelező tovább gondolnom, hogy hogyan tudták az életüket, a magánéletüket megélni emellett, a két életpálya mellett, és tényleg őszintén így gondolom, hogy miután ezt végig gondolom, akkor jön esetleg erre a kérdésre a válasz. És ha mindezt végig gondolva mérlegelek, akkor azt mondom, hogy amit ő emellett, az életút mellett, hát hiszen ismerjük az életutat, megtehetett, azt ő megtette. Én nem hiszem, hogy lehetett volna többet belerakni. Ezt fenntartom, hogy lehet, hogy kevésbé kellett volna kövezni ezt a történetet. Ugyanakkor ezt nem feltétlenül jó anyaság kérdésének gondolom, hogy van egy, az ország egyik legnagyobb színésznőjének van egy álma, hogy ő úgy gondolja, hogy az ő fia. Tehát azért ezt nem hiszem, hogy ez egy negatív dolog. De összességében igen, én is beszéltem, tehát engem is megkérdezett azért már a vége felé a dolognak. Nagy nyugalommal mondtam, nem azért, hogy az ő lelke nyugodt lehessen, hanem tényleg úgy hiszem, hogy ami ebbe a történetbe beleférhetett. Egy dolgot hadd mondjak neked. Erre lehet csibészként azt mondani, hogy persze, mert az az egy olyan dátum, amiben sem nem lehet focizni, meg előadást sem lehet csinálni. Karácsony. Nagy-nagy szeretettel emlékszem a gyermekkorom karácsonyaira, amiben ők úgy beleálltak, ahogy a nagykönyvben volt megírva. Mert el voltam otthonról paterolva, mert díszítettek akkora karácsonyfát, hogy azt se tudom, hogy díszítették föl. És utána érkeztem haza, és csilingeltünk. Abban van igazság, hogy az összes többi dátum máskor volt a születésnap, tehát ugye ezt tudod, úgy volt egyeztetve. De igen, ő nagyon jó anya volt. Azzal a habitussal is nagyon jó anya volt, ami egyébként nem volt egy könnyű habitus. Tehát nem volt egy könnyű habitus. Azt is gondolom, hogy egyébként meg az ember könnyű habitussal nem lehet Pécsi Ildikó. Tehát nem lehet ezt az életpályát megfűszerezve egy kis országgyűlési képviselőséggel, amiben elindult, nyert, végigvitte, azt nem lehet simulósan. Talán, ha szabad így fogalmaznom, nyugodjon békében, mert szeretettel mondom, önző módon csinálni bizonyos dolgokat, mert nem lehet, egyébként nem lehet ez az életpálya. Márpedig ez az életpálya működött, ment, ő ezen az életpályán vonult, és ha azt hiszem, mindezt megmérjük, akkor egy nagyon nyugodt igen a válaszom az én édesanyám, a speciális lehetőségeihez mérten jó anya volt. Igen. Igen. Volt olyan, hogy szeretted volna, hogy a szüleid ne legyenek ismertek, vagy ne lennének ennyire ismertek? Igen. Ezt nem szabad tagadnom. Volt egy viszonylag hosszú időszak, amikor ezt nagyon nehezen kezeltem. Kamaszkor időszaka. De ha a levelekről beszélünk, meg amikor elindultak valahova, hát ismered a történetünket, amikor a gödöllői ház épült, és el kell mennünk, kisfiam, hogy az ablakokat ki tudjuk fizetni. És én mondtam, hogy nem kellenek ablakok, azt szeretem, ha kibejár a levegő. Volt időszak, amikor nagyon szívesen sokat adtam volna azért, hogy legyen
két átlagember. Tehát, hogy délután unatkozzunk ott, nem tudom, unatkozzunk otthon együtt, vagy ne menjenek, vagy kalkulálhatóan menjenek. És ez egy viszonylag hosszabb idő volt, és azt hiszem talán akkor pontosan a kamaszkor magamat is egy kicsit keresve, vagy elveszítve, vagy nem is tudom, talán ebben az időszakban gondolkodtam én azért ezen, hogy mer akkor mi lenne. És aztán ez helyre billent, és aztán megint csak a vitrin előtt állva, azért ez helyre kerül az emberbe, hogy micsoda a két produkció, ez micsoda két élet. És aztán ez megfordult olyan szinten, hogy követeltem, hogy ismerjék fel, követeltem, hogy tiszteljék, szeressék és elfogadják, mert micsoda két emberről beszélgetünk. De volt ilyen az életemben, hogy mi lenne, ha nem lenne. Igen, volt ilyen. Azt is tudom, hogy te a színészet helyett inkább focista szerettél volna lenni, leginkább. És hát azért mondjuk meg őszintén, édesapád által, Szűcs Lajos által szintén ez idézőjelben sima ügy lehetett volna, de ott édesapád alul maradt. Ez az egyik olyan története a könyvnek, ami tulajdonképpen nekem is, ha nem is újdonság, de megerősítés. Nekem ilyen jellegű gondolatom volt, de hát természetesen én ezt konkrétumként nem kezeltem, és nem is tudtam. Egyébként nincs is vele bajom, nem érzem azt, hogy bármilyen dologról az a szülőknek be kell számolni, ha csak nem úgy gondolják, hogy be kell számolni. Ez a futballszerelem, ez vitathatatlan. Meg kell mondanom őszintén, nem is nagyon voltam gyenge benne, hogyha szabad ilyen diplomatikusan fogalmaznom. Teniszben sem büszke vagyok rá, tehát nincs ezzel semmi baj. Az volt a gondolat az én fejemben, hogy ez a futball dolog valahogy a lány szakasznak, édesanyámnak és a nagymamámnak talán nem lehetett annyira vonzó, vagy annyira népszerű. Vagy féltettek tőle, vagy valami történt. És ugye az emlékezésnél magam is elolvastam, hogy volt ilyen, hogy ne legyen ez a foci. Mert az édesapám, van már nekünk focistánk, és mi van, ha nem úgy, mi van, ha az állandó összehasonlítással és egyebekkel. Úgyhogy édesapám pedig úgy érzem, hogy ebben nem akart akkor ütközni, vagy nem akart ellenkezni. És ez így tulajdonképpen, igen, tulajdonképpen annyiban maradt. Tehát a Ferencváros ikonja és az olimpiai bajnok labdarúgó tulajdonképpen a fiát nem gondolkodott focistaként vagy focistában a fiában. Igen, ez magam is elolvastam, hogy nem gondoltam rosszul, tehát nem éreztem rosszul ezt a történetet. Persze felnőttebb koromban, hát ez nem, megint csak nem akkor, amikor én teniszeztem, és nagyon szépen alakultak, és egészen szép magyarországi eredményekkel rendelkezem, amire tényleg nagyon büszke vagyok. Csak tudod, hogy mindig megvolt ez a futball dolog, és hát ha szabad ennyit szakmáznom, egyetlen baj van most már, hogy edzőként dolgozom a teniszben. Rendben volt az én teniszem, a fejem nem volt rendben, egy csapatsport, tehát azt kell mondanom szakmailag, hogy a csapatsport volt igazán nekem való. Egy kicsit megosztva a felelősséget, egy picit másképpen. Így alakult, hát Istenem. És ezzel sincs, tehát félre ne értse senki, kérlek te se, hogy most aztán édesapámról lekaptam a... Nem. Nem volt könnyű konfrontálódni édesanyámmal, tehát nincs ezzel semmi baj. Aki ismert édesanyád, azt tudja, hogy... Abszolút, tudjuk mind a ketten. Nem érezte úgy. Egyébként azt tudom, hogy az ő legjobb barátja az Albert Flóri, akinek egy kitűnő, nagyon-nagyon szeretem a fiát, és egy nagyon-nagyon szép válogatott futballista eredmény listával rendelkező fradi futballista volt a kis Flóri, de tudom, hogy mindig megvolt az a fajta összehasonlítás. Én hogy bezzeg az édesapád. Azt tudom, ilyet én beszéltem édesapámmal, hogy ő is azt mondta,
hogy óvatosan, óvatosan, mert mindig meg lesz az összehasonlítás a futballban, hogy mer az apád. Ezzel együtt megpróbáltam volna, megmondom őszintén, de hát ez így alakult. A tenisz egyébként egy kicsit, mondhatjuk, hogy ötvözete a labdajátéknak, meg a színészetnek is, mert végül is a tenisznél, ott ugyanúgy a színésznek ki kell állnia, elmondja a szöveget, bármennyien vannak a színpadon, ott azért egyedül van. Mint ahogy mondod, a foci az egy csapatjáték, ott többen vagy. Tehát a tenisz ugyanúgy kiállsz, és ott igazából magadnak kell helytállni. Te ötvözted a kettőt, vagy direkt elmentél teljesen más felé inkább szerinted? Én azt hiszem, hogy ötvöztem, tehát én azt mindenképpen azt kell mondanom, hogy valami ilyen jellegű érzése biztos, hogy jó irányban volt édesanyámnak. Mert amikor én jól játszottam igazán, akkor voltak nézők. Akkor lehetett ezt produkciónak elővezetni. Itt a 90-es évekről beszélgetünk, elég hontalan volt a magyar tenisz, tehát nem lennék őszinte hozzád, hogyha azt mondanám, hogy a teltházas Margit-szigeti tenisztadionban, akkor még volt egyébként, játszottam. Imádtuk, szerettük, büszke vagyok rá, de ez akkor egy eléggé hontalan dolog volt. De azért előfordult, hogy például a Margit-sziget, az volt lelátó, mit tudom én, voltak, nem tudom, 112-en. Mindig kivirultam. Tehát ezt be kell vallanom, hogy szerettem én. Általában el is adtam egy pár dolgot, valamit ott szövegeltem, valamit produkáltam, valami történt. Úgyhogy ötvöztem, tehát mindenképpen ötvöztem. Szerettem én, hogyha ezt megmutathatom, amit én éppen csinálok, és valószínűleg azért az édesanyám ezt érezte talán bennem. Egyébként abban a rengetegben, amit én azért így oldalvizen ebben a műfajban csináltam, műsorvezetéseket, van film is, van a kisvárosban is voltam, tehát én megnézegettem dolgokat. Nem lenne igaz, hogyha én azt mondanám neked, hogy én ezt nem élveztem. Nem volt egy jó pufa dolog. Az nem az én tisztem, hogy elmondjam, hogy és milyen érdekes, hogy nem kaptam rá Oscart, mert ez... Tehát nem tudom én ezt a dolgot, de olyan nagyon nagy, talán olyan nagyon rossz nem volt, de idegen nem volt. Én, amiről itt az elején beszéltünk és kérdezted, én egy picit lázadásnak érzem, hogy csak azért se, mert hogy annyira volt ez talán tolva, de ötvöztem, tehát én kifejezetten szerettem, hogyha valamit én mutathatok. Pláne, ha mondjuk az jó. A teniszem jó volt, tehát azt szívesen mutattam. Igen. Az milyen érzés volt, amikor értelemszerűen azért gyerek feje máshogy nézel a szüleidre, a édesanyádra és édesapádra. De felnőtt fejjel, amikor visszanézed az ő fiatalkori képeiket, és azért láthatjuk, hogy igen, édesanyád a te születésedig Magyarország szexi bombia volt, ahogy ő hívta magát. És hát azért gondolom édesapád után is azért a lányok visszanéztek elég rendesen, itt ahogy azért látunk fotókat. Felnőtt fejjel, hogyan látod őket a te születésed előtt? Én azt hiszem, hogy már akkor is látható, hogy nagyon, nagyon a helyén lévő két ember. Ezt mindig szoktam mondani, hogy azért az nagyon ritka szerencse, ami mind a kettőjükkel megtörtént. Hogy semmi mással nem akartak foglalkozni az életükben, mint amivel foglalkoztak, és azt ilyen szinten tették. Férfiként könnyebben ítélem meg édesanyám fotóit, világszép nő. Férfiként édesapám fotóit nehezebben kezelem, de egy nagyon helyes pali, azt gondolom. Tehát szabad így fogalmaznom. És hát amennyire itt a könyvből is lehet egy picikét tudni, meg amennyit azért édesapám ebből soha nem csinált titkot, hogy azért ők fönnmaradtak tovább egy-két győztes mérkőzés után, akár még évfélig is. Nagyon rendben lévő két ember, és én azt hiszem, hogy egy nagyon rendben lévő fiatalság lehetett. Semmiféle olyan problémám nincs, hogy,
hogy szabadabban élték az életüket, vagy édesanyám, ugye elmondja, de ezt a történetet ismertem, amikor a bizonyos pécsi kávézóban jöttek a rövid italok, és egyébként szerintem zseniálisan az igazgató rendező kikérte az ötödiket is, és azt mondta, hogy na akkor vagy ez, vagy a vágyott, álmodott szerep. Tudtam, ezt ismertem. Semmiféle problémám nincsen ezzel, egyrészt mert fiatalok voltak, másrészt meg működött az életük, és miért ne élték volna úgy meg az életet. Amúgy sem gondolom, hogy én nem hiszem, hogy egy gyereknek joga ítélkezni visszafelé. Mert azért, mert én vagyok a gyerek, az meg az ő életük. Véleménye lehet, de az én véleményem is abszolút pozitív, már csak azért is, mert nem akarok álszent lenni, nekem is megvolt az életemnek az a periódusa, amikor néha én is fenn voltam éjfélig, sőt, egy kicsit tovább is. Tehát én azt látom az ő fiatalságukból, hogy az is nagyon, én azt hiszem, az is nagyon kerek. Tehát gyönyörű két ember, szereti, amit csinál, és aztán összeér ez a két életpálya egyszer csak, és hát nagyon jól tudod, hogy hát ha valakiknek azt mondták, hogy nincs jövőjük, akkor ez. És minden küzdelmük ellenére ez egy fél évszázados kaland volt gyakorlatilag, ami azért tiszteletre méltó. Azért mondjuk meg őszintén, hogy azért édesapád tett azért a legtöbbet. Igen, de azt gondolom, hogy nem is nagyon lehetett volna más a szereposztás. Mert ki az, aki alázattal beleállhat dolgokba, aki hátteret tart adott esetben, én azt hiszem, az a sportoló. És ki az, aki repül és robban, hát az meg a színész. Tehát valószínűleg így volt ez a dolog kitalálva, és így volt sikeresen kitalálva, de abszolút egyetértek veled, tehát ezt én is így éltem meg, hogy aki ebbe a türelemmel és a renddel és a fegyelemmel áll, az egyértelműen édesapám. Hát ez így van, ez ténykérdés. Ugye amikor született a könyv, én folyamatosan egyeztettem veled és meséltem a történeteket. Hát azért volt egy-kettő, aminél te is leültél. Igen, igen, igen. Hát például ugye az első férj. Nem tudtam. Ugye úgy is volt a fölvezetés, hogy találkozunk, megint egyeztetünk egyet, ülj le. Igen. Azt mondtad, hogy ülj le. Leültem. De engedd meg, hogy visszamenjek az előzőbe. Tehát megint nem gondolom, hogy bármikor is beszámolót kell. Tehát nem úgy éltem meg, hogy Atya Úristen, hogy elhallgatta édesanyám. Nem gondolom, hogy igazándiból lett volna vele dolgom. Baromi fura volt hallani. Baromi fura volt, meg ugye megismerni utána a történetet, hogy még évekig, mert az nem tudott elválni. És édesanyámra szerintem illik. Tehát simán jellemző volt rá, igen. Kerek, tehát az nem is kérdés. De nem éreztem, hogy én most, nem tudom, átlettem volna verve, vagy valami. Mert nincs vele dolgom. 71. augusztus 4-től van dolgom, nincs, mert nem emlékszem rá, de nem. De valóban jó pár olyan dologgal elő tudták keveredni, hogy mondtam neked, hogy én ezt nem tudtam, Csabám. Igen. Volt olyan, hogy úgy érezted, hogy ők teher neked, te számodra? Nem. Nem. Nem, mert szerintem abban az időszakban, amikor mondtam neked, hogy volt némi izgalmam az ő személyükkel, akkor nem voltak olyan kapcsolódási pontok, amiben esetleg ez probléma lehetett volna. Ugye a tenisz eleve, ott nem volt hasonló, ott nem lehetett összemérni, mert egyikük sem teniszezett, tehát ilyen jellegű nem volt. Talán
Erre a kérdésedre azt tudom mondani, hogy leginkább olyasmire emlékszem, mondjuk, hogy ha ez teher, hogy amikor mondjuk egy jó magyar, tehát egy megfelelő magyar versenyen, nem egy ilyen himi-humin, jól alakult, jól játszottam. És volt, ritka volt ez, de mondjuk eljöttek. Az nehéz volt lelkileg, hogy elvileg az én történetem. Ráadásul nem is egy ilyen futottak még, hanem hát én egy egész tűrhető első osztályú magyar profi teniszjátékos voltam, és mondjuk az elődöntőbe jutásért vívok ott én valakivel. Hát természetesen ugye tudod, hogy mindegy, hol vívtam, hát a fele is elég lett volna, na de ha ők megjöttek ketten, akkor ott elment mindenki, és hát itt a Pécsi Ildikó és a Szűcs Lajos. Tehát ilyesmire emlékszem, de én azért nem gondolnám, hogy ez a teher kategóriája. Ezen kívül meg, amikor ez kiderült, már pedig rögtön kiderült, mert ha véletlenül valaki, én is azért elég sokat voltam velük újságokban, egyebekben, tehát volt, hogy azért rögtön tudták, hogy a Pécsi Szűcs házaspárnak a fia, de ha mondjuk ez nem sikerült rögtön, akkor ha valami olyan helyen voltam, anyja neve, ahogy bemondtam, kész, leestek a tollak, és úristen, hát a művésznő, mert hogy annyira szerették őket egyébként, azt hiszem, közel 100%-osan, hogy nem is történhetett ebből olyan, hogy én bármit teherként éljek meg, hiszen mindig arról kellett beszélni, hogy mennyire szeretik. És én is azt gondolom, hogy szeretni kellett ezt a két embert, tehát nem, azt nem mondanám, hogy ez teher lett volna. Talán, ha amiről beszéltünk az előbb, hogy egy picit az a teher része, hogy nagyon, azért nagyon nehéz volt, vagy nehéz az embernek kikeveredni egy picit a fényre, hogy ő is, nem tudom, mit csinál, valamit csinál. Talán ezért a tenisz, büszke vagyok a vendéglátóipari létemre, szerették a kávézót, amit csináltam. Az is talán egy kicsit más, és a többi, és a többi. Talán nagyon óvatosan fogalmazva, ez egy picit talán teherrész, de amikor kimondom neked, hogy teher, akkor meg rögtön azt mondom, hogy drága Szűcs Csaba, egyébként kitiltotta neked, hogy próbálj bármi más csinálni, és érj ki a fényre, tehát talán ennyi, de azért összességében teherként semmi, nem éltem én ezt meg. És az se volt teher, mondjuk, hogy igazából az első házasságodat azt, mondjuk én nem te intézted, hanem édesanyád? Ez egy nagyon nehéz kérdés, Csaba. Jó kérdés és nehéz kérdés. Azt kell mondanom neked, hogy szintén ugye a könyvből táplálkozva. Én azért úgy éltem ezt meg, ezt a házasságot és a házasság előtti időszakot. A Pécsi Ildikó féle pressziót éreztem. Azt nem lehet, tudod jól, hogy azt nem lehet nem érezni. Azt nem. Amikor a Pécsi Ildikó presszió van, azt lehet érezni. Ha ő akart valamit, az úgy volt. De gyáva dolog lenne azt mondani, hogy és ezt megtette velem az én édesanyám. Én azért úgy emlékszem, hogy nagyon győzködni ezt a történetet nem kellett. Az biztos, hogy ennyire ő soha nem állt bele semmi ilyen jellegű kérdésbe. Tehát, ha nagyon a beszélgetésünk elejére visszamegyek, és azt mondom, hogy jó gyerek voltál, Csaba, azt hiszem, jó gyerek voltam. Akkor, ha ez tart 20 éves koromig is, már pedig tartott, mert nagyon szerettem volna ugyanúgy megfelelni neki, akkor mindenképpen van ilyen szál ebben. De akkor is azért úgy gondolom, hogy ha ez 100%-ban ellenemre lett volna ez a dolog, akkor szeretném hinni, hogy bármennyire is jó gyerek vagyok, akkor azért csak az ember ellen állt volna. Én azért úgy éltem meg ezt a dolgot, hogy azért ebben én is benne voltam, döntéssel is benne voltam. Az való igaz, hogy soha eddig az életben ennyire komoly nyomást
nem kaptam az édesanyám, vagy hát a szülői részről, de azért 100%-ban, hogy ez egy rám erőltetett dolog, én azt hiszem nem lennék korrekt, ha ezt itt most gyorsan megúsznám, és azt mondanám. Azért ebben én is ott voltam, és azért ebben lett utána közel 20 év. Tehát nem hiszem, hogy így illene ebből nekem kibújni, de az biztos, hogy az nem vita tárgya, hogy nagyon akarta. Tehát édesanyám ezt nagyon akarta. Édesapád nem. Korábban. Érdekes dolog, szintén könyv. És azt mondja az én édesanyám a papíron, hogy édesapám nem. Menjünk egy picit a végére. Ugye hát a vége nem egy szép történet, sajnos. Nem egy rózsás történet. A végén volt ilyen típusú beszélgetés édesapámmal, hogy ő látta. De az elejére megint nem vitatkozva velük, de megint azt kell neked mondanom, hogy nagyon sarkosan nem éreztem édesapámnak ezt a fajta véleményét. Az egy másik kérdés, hogy ma már ezt itt megfejtettük, hogy ő azért hátteret és biztonságot adva, ő azért inkább az édesanyám irányában gondolkodott. Tehát ezt abszolút el tudom képzelni. Azt se szeretném mondani, hogy mert ember nem viselte nehezebben egyébként azokat az időket, amikor bármilyen újságot megvettél, és azt olvastad akkor, hogy ugye ilyen anyós-meny kapcsolat a világon még nem volt. Jó anyós-meny kapcsolat volt, ez nem... De amennyire ez föl lett fújva és szándékoltan, annyira nem volt jó, tehát én ezt nézegettem, és azt mondtam, hogy túlzás, erős, és nem teljesen van így. De nem éreztem az édesapámnak ezt a fajta, amit itt én olvastam, hogy tulajdonképpen ő azt mondja itt édesem, hogy rögtön látta. Nem éreztem. Azt se akarnám mondani, ez az egész valami olyan rózsaszín lett, de nem én, tehát nem volt ez az elején egy tragikus történet. Nem volt ez. Éreztem, hogy nagyon akarja. Ez biztos, hogy éreztem, hogy nagyon-nagyon akarja. Ez biztos, de azért úgy gondolom, hogy talán csak én is benne voltam, hogy ez megtörténjen. Az, hogy ez a pálya, amit édesanyád és édesapád befutott, az utolsó része azért az egy picit méltatlan rájuk nézve, ahogy ezt a bulvár média kezelte. Az tény, hogy egy színész mindig szeret szerepelni, szeret címlapon lenni, és azt is tudom, hogy bár édesanyám mindig azt mondta, hogy ő nem nyilatkozott soha senkinek, másnap mégiscsak ott volt a címlapon, és akkor Lajos bácsi mindig megkérdezte, hogy most ez mi? Mire mondta Ildikó, hogy hát ő nem nyilatkozott senkinek, majd 10 perc múlva jött a telefon, és tudom, hogy nyilatkozott. De ettől függetlenül én azt gondolom, hogy ez nagyon csúnyán volt kezelve a média részéről. És azt is mondjuk meg őszintén, hogy tudjuk, ma nagyon egyszerű Facebookon kommentelni név, cím és fotó nélkül, álnév alatt. Kaptak hideget-meleget, te is kaptál hideget-meleget. Ezt hogyan élted meg te, a te szemszögödből ezt a részt? Hát hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem nagyon nehezen. Egyrészt rendkívül méltatlannak, ahogy te is fogalmazol, rendkívül méltatlannak gondoltam a szüleimhez, ami itt történt. Rendkívül méltatlannak gondoltam ezt az arctalan, beazonosíthatatlan műfajt, amit ugye kommentnek nevezünk. És tulajdonképpen még most is úgy ülök veled szemben, hogy bár nagyon szeretném megérteni pertaktikailag és mindenféle azóta általam megtanult fogalmat felhasználva,
Én nem tudom megérteni, hogy miért kellett kivinni a bulvárba ezt a történetet. Az is igaz, hogy azt sem tudom még mindig megérteni, hogy hogy nem tudtam elérni édesanyámnál, hogy ne nyilatkozzon, hogy próbáljon kimaradni ebből a történetből. Mert nagyon szerettem volna. Minden áron nagyon szerettem volna, de nem tudtam elérni nála. Hiszen ő egy dolgot tehetett volna, én azt hiszem, egyszer azt mondani, hogy nem nyilatkozom. Nem három bővített mondatban, mert onnan, tudod jól, onnan elvesztél, azonnal véged van, mert átveszi, átírja, leküldi, felküldi, és a többi, és a többi. Ezt a részét is egyébként nehezen éltem meg, hogy tulajdonképpen igazán nincs eszközöd. Sajtópert indítasz. Hát, mire a vég, eleve onnan... Tehát kész. Most szokták mondani, hogy mert Amerikában. Hát nézd, amiket ott olvasok, ha mondjuk azt átszámítom, amiért megint, nézzük üzleti oldalról. Védtelen vagy, úgy gondolom. Azt mind a ketten tudjuk, hogy a Pécsi Ildikó név mit jelentett a példányszámokban. Hát használták is. Hát amikor már végképp semmi nem volt, akkor nem tudom, mit sikerült írni, de valamit biztos, hogy sikerült írni. Nehezen éltem meg, hogy megszűntek a nevek. Én büszke vagyok a Szűcs Csabára, tehát én nagyon büszke vagyok rá. Pécsi Ildikó fia. Pécsi Ildikó. A szegény Szűcs Lajos, az olimpiai bajnok is elvesztette. Pécs, mert ő meg ugye ő nem nyilatkozott, tehát nem volt olyan jellegű hírértéke. Pécsi Ildikó férje. És Pécsi Ildikó mindenkije. Borzasztó nehezemre esett végig élni ezt a dolgot, látni őket, látni a küzdelmüket, a tehetetlen küzdelmüket számítástechnikával. Nem tudta igazán a számítógépet jól használni édesanyám, hiszen ő ösztöny, érzékeny lény és egyáltalán. Egy dolgot mindig tudott, hogy ezeket a rohadt kommenteket meg tudta nyitni, és görgette, és olvasta, miket írtak. Láttam, ahogy, hát engedd meg, hogy ennyit hagyd drámázzak. Láttam, ahogy mennek rá erre a történetre. Fizikailag is mennek rá. Nem volt mit tenni igazándiból, mert amikor egy pici nyugalom jött volna, csak valaki megint megtalálta, csak esetleg megjelent onnan egy cikk, arra egy pici, és megint kezdődött az egész folyamat előről. És ugye, hogy én hogy éltem meg? Tudod, hogy mekkora csata volt? Azt mondta édesanyám, hogy nem védem meg őt. Én úgy éltem meg, ezt is rettenetesen nehezen, hogy én következetesen tartani szerettem volna magam ahhoz, amihez most is tartom magam, hogy ez két embernek a vállópere, ha már idáig jutottok, akkor egy tárgyalóterem, két ügyvéd, egy bíró. Én nem nyilatkoztam, és az én édesanyám azt mondta, hogy én is nyilatkozzak, védjem meg. És mondtam neki, és ezt talán ezt éltem meg a legnehezebben, hogy nem fogadta el tőlem azt, hogy nincs mit magyaráznunk nekünk ebben a történetben. Nem kell magyarázni, én ezt megtartottam, ő nem tartotta meg. Nem titok előtted, hogy egyébként ez a kettőnk kapcsolatára is jelentősen rányomta a bélyegét egy időszakban. Úgyhogy én rettenetesen rosszul éltem meg. Tehát ha azt mondod, hogy volt-e valaha teher ez a történet, most volt teher a dolognak az idézőjeles pozitívuma miatt, hogy két ilyen emberrel hogy történhet meg az én vállóperem miatt. Megint nem szeretnék álszent lenni, tehát nem egy mártírként ülök itt, hogy most milyen nehéz lehetett nekem, kérlek, félre ne érts. Nem. Csak én válok, és belekerült ez a két ember ezzel az életpályával, úgy, hogy az égvét, tehát az ég egy világon semmi közük nem volt hozzá, azon kívül, hogy ez a név ebben az országban
Ez a név. Mert ez a név, hogy Pécsi Ildikó, ez benne van a földben, a levegőben, mindenben Magyarországon. Rendben is van, mert miért ne lenne benne. Úgyhogy rettenetesen nehezen értem meg. És ment a folyamat, tudod, és hát közben soha nem pereskedtem. Az életemben ez az első, azt hiszem az utolsó is, remélem. Közben ugye nem arról szól ez a dolog, mint megtanultam, hogy hétfőn van egy pici problémád, de péntekre kiírják a következőt, és akkor volt egy rossz heted. Hát itt bementél márciusba, és azt mondták, hogy június. És addig ment a mutatvány, és semmit nem tudtál csinálni. Aztán júniusban azt mondták, hogy ítélkezés, aztán október. És ment a folyamat, ő egyre mélyebben belekerült. Igazán nem is követte, de akarta követni. Nagyon nehéz volt. Azt hiszem, talán azt mondtad, hogy ha vállaljuk, hogy jó gyerek voltam, akkor jó gyerekként rendkívül igazságtalannak éreztem, és ez engem rendkívül feszített, hogy hogy kerül ez ide ez a történet, és miért kerül ide, úgyhogy nagyon nehezen éltem meg. Hát és a velük való kapcsolatot is. Érzel-e ilyen bűntudatot? Nem. Nem, mert úgy gondolom, hogy az egyetlen becsületes lépés volt, amikor úgy döntöttünk egyébként, még ha adott esetben ez nem is lett kimondva, hogy ez kerek volt, de nem kéne tovább. Én ennyit tettem. Ennyi történt, hogy ez az ominózus házasság, úgy gondoltam, hogy mindkettőnknek jobb, most is így gondolom, ha ez külön folytatódik a fiunkra, imádott fiunkra odafigyelve. Nem gondolom, hogy ez egy bűnös cselekedet. Az, hogy én nem nyilatkoztam, ez pedig egy döntés és egy gondolat a részemről, és most is így csinálnám. Nem hiszem, hogy nekem a Pécsi Ildikót védenem kellett volna, hogy ugyanazt elmondjam, amit egyébként ő is elmondott. Mivel védtem volna? Úgyhogy nem érzek bűntudatot. Úgysem, hogy ők ebbe azért belebetegedtek? Úgysem. Úgysem, mert azt szeretném hinni, hogy ezt a helyzetet nem én okoztam. Bármennyire is furcsa. Engedd meg, hogy kibontsam, hogy nehogy bárki is félreértse. Aki fölállt ebben a házasságban végül is, az én voltam. Aki ezt a helyzetet így kezelte, és egy ilyen helyzetet generált, az nem én voltam. Mert tőlem ez a vállóper még mindig úgy zajlana, hogyha nagyon nem vigyázunk, és nem lennél rá kíváncsi, lehet, hogy még te se tudnád. Mert így gondolom, hogy ezt így kell csinálni. Én semmi olyat nem tettem, amivel ezt okoztam volna a szüleimnek. De belekapaszkodok, amit kérdeztél, bebizonyíthatatlan, nem is fogom tudni soha bebizonyítani, és persze nem is hiszem, hogy bármi értelme volna. De igazad van a kérdésedben. Ez a két ember erre ráment. Az egészsége is ráment. Nem tudom, hogy milyen lett volna az öregkori életük, de abban biztos vagyok, hogy nem ilyen. Ez biztos. Ez biztos, de szilárdan hiszem, hogy ezt a helyzetet nem én okoztam, és nem én generáltam. Az alaphelyzetet egy döntéssel én okoztam, ami ebből lett, ez rajtam teljesen kívülálló okok miatt történt. De igazad van, amit mondtál, ez döntő csapást mért mind a kettőjükre. De ugyanakkor az életük utolsó részében azért lett egy örömforrás, mert jött valaki, aki most a második feleséged, Zsuzsi, és aki itt ül velünk, és aztán lett egy csodaszép gyermeketek, Zsombi, és azt tudom mondani, mert én azért ott voltam, hogy ott mindketten kinyíltak újra. Ez így volt. Ez így volt, és ezért nagyon hálás vagyok. Bárkinek is ott fönt, és persze a Zsuzsinak is nagyon hálás vagyok.
Ez az ominózus fölállás egyébként nálam úgy történt, hogy én azt gondoltam, hogy köszönöm ezt a lehetőséget, hogy én voltam házas ember, én nem szeretnék többet. De úgy gondoltam, hogy nem is szeretnék, azt hiszem, párkapcsolat. Én lennék, kerestem már a vizslát, hogy ki az a vizsla, akivel majd úgy, mint legénykoromban. És aztán megtörtént az én életemben a Zsuzsi, és nagyon, nagyon szerencsés vagyok, hogy megtörtént, mert egy olyan következő, vagy egy új lehetőség, vagy egy új esély, ahogy mondod, nyílt az életembe, amire hát lecsaptam, és nagyon-nagyon-nagyon boldog vagyok ebben a kapcsolatban. És valóban megtörtént a szüleimmel. Nagyon szerették első perctől a Zsuzsit, de ez a kis csapat, ez kiegészült egy következő unokával, akire azt mondta édesanyám, hogy ez olyan, ez a gyerek, mint én, osztjuk a Zsuzsival ezt a gondolatot. Pontosítok, azt mondta, hogy ez a gyerek, ez olyan rossz, mint én voltam. Így volt. És amit mondasz, ez így történt, hogy visszatértek a boldog békeidők, ha fogalmazhatok így. Nagyon boldogok voltak vele. A gyerek nagyon boldog volt velük. Talán a dologhoz a pontosság kedvére annyi tartozik hozzá, hogy csak az előző gondolatmenetet ebbe beemelve, hogy sajnos nem két egészséges ember virult ki újra, hanem ott már bizonyos visszavonhatatlan dolgok előtt álltunk, amit mindannyian tudtunk. Tudtatok ti is, hát hiszen édesapámról lehetett tudni ezt a dolgot. De ez tényleg egy csodás dolog volt látni, megélni azt, ahogy ők újra neki mennek ennek a dolognak, és a gödöllői papa és a gödöllői mama, és mentünk, és tolta a, mit tudom én, négykerekű biciklivel az édesapám, pedig már messze volt a fit korától. Úgyhogy ez így történt. Ez egy nagyon szép vége volt ennek az egyébként nem szép időszaknak. Tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon csodás, pozitív irányba változott Zsombor érkezésével, és én nagyon szeretném hinni, hogy a helyzethez képest ők ebben boldogan élték meg ezeket az időket. Tényleg, pedig beköszöntött a Covid. Lentről üvöltöztünk az ablakról, mert ők fönnültek, mi lent voltunk és egyebek, de működött, és ez csodás volt. Megélni is csodás volt. Csodás volt. Hogy is nevezte Zsombit édesapád? Kisember. Kisember. A kisember. A kisember. Ő volt a kisember. Ő volt a kisember. És első pillanattól, de hát egyébként érdekes, hogy édesapám, aki a szikla, a kőkemény védő, a világszerte félt védőjátékos. Imádták a gyerekek, mindig kenyére kenték rögtön. Zsombi Dettó, tehát nagyon szeretett édesanyám ölében ülni és bújni. De hát a papa, az kész vége volt a világnak, és akkor ők mentek és bandukoltak, amennyit akkor édesapám tudott, de kitett magáért, és ment, és vitte. Úgyhogy a kis emberrel nagyon, nagyon jóba voltak. Zsombi babával is. Zsombi babával. És hát mi lesz ebből a kis emberből, mert azért szeret szerepelni. Ez biztos. Szeret énekelni. A könyvben benne van, hogy édesanyádnak volt gyerekkorában egy nagy tükör, amiben szeretett nézegetni, amit Zsombor szintén szereti magát a tükörben, ellenben most egy focistának készül. Igen. Azt remélem, ha megengeded, mondok valami akkora közhelyet, hogy nem fog beférni a televízióba, de egyébként a közhelyek szerintem azért sok közhely igaz. Én nagyon remélem, hogy boldog ember lesz a Zsombi, megtalálja azt az utat, amiben ő boldog tud lenni. Én azt gondolom, hogy az édesanyja nevében mondhatom, hogy legjobb tudásunk szerint nagyon fogunk ebben segíteni,
megint nem szeretném, tehát egyszer már megúsztam, most sem szeretnék abba a hibába esni. És kérlek, semmi áthallást most ne is vegyél észre a kikövezett úttal, bár van egy pici, semmiképpen nem szeretném, vagy nem szeretnénk előírni, mert mi azt gondoltuk, hogy szeretnénk őt figyelni. Na, elfogult vagyok, bár, de egy nagyon jó adottságú srác, csak úgy, mint Csaba fiam. Szeretnénk figyelni, hogy ő miket lát, mifelé próbál menni, nagyon szeretnénk őt segíteni, és azt is megbeszéltük az édesanyjával, hogy ha meg valami felé megy, és nagyon gyanús, hogy mégse, akkor pedig megpróbáljuk ezt finoman, de a tudtára adni, hogy lehet, hogy mégsem ez az az irány, mert nem szokott mindig úgy sikerülni, ahogy a Pécsi Ildikó Szűcs Lajos iránynak sikerült, és akkor lehet, hogy az segítség, ha az ember időben elkapja, de azt hiszem, hogy elfogultam bár, de azt mondom, Zsombiba sok minden benne van szintén. Meglátjuk, állunk elébe, figyeljük, és a tükröt mindig tisztán tartjuk, hogy lássa magát benne. Szuper, köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm, hogy meghívtál. Köszönöm szépen.